Vérzéses szövődmények megerőzése céljából elsősorban az anyatejjel táplált új- és koraszülötteknek, valamint csecsemőknek adják a recept köteles K-vitamint. Az egyetlen hazai gyártónál tavasszal állt le az injekció előállítása, így most országos hiány van belőle a patikákban. Az általunk megkérdezett gyógyszertárban is a készlet elmúlt hónapokban tapasztalt ingadozásáról számoltak be. Az év első felében voltak beszerzési problémák a k kapcsolatban. Ez az elmúlt hónapban átmenetileg megoldódott, sajnos most megint hiányzik, de jövő hétre várható a köz egy szállítmány. Az injekciót általában 6 hónapos korúkig adják a csecsemőknek, amennyiben fél éves kor alatt helyett tápszert vagy főzeléket is kapnak, és az anyatej mennyisége kevesebb, mint a hozzátáplálás, nem szükséges továbbadni. Mivel az ampulának helyettesítője nincsen, a gyógyszer nagykereskedők máshonnan kénytelenek megrendelni a készítményt. Ezek azonban drágábbak a megszokottnál engedélyt kaptak ennek a külföldi beszerzésére, ezeknek az ára valamennyivel magasabb, míg az eddig ilyen 1000 forint alatti ára volt, a K-vitamin injekcióknak ezek 3 vagy akár 5000 forintra is emelkedhet, de ilyen esetben, mivel nincsen helyettesítője, nem lehet mit tenni. A szakember elmondása szerint a következő napokban a 3000 forint körül kapható K-vitamin injekció kerülhet a patikába. A készítmény ára valószínűleg csak a hazai gyártás újraindulásával csökkenhet ismét. Azt azonban, hogy ez mikorra várható, nem lehet tudni.